Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mai vendégünknél a neve változatlan ugyanaz, Kis Ambrus, de nem főpolgármester helyettes, hanem főigazgató a főpolgármesteri hivatalban. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit változtat ez a leányzó fekvésén a mindennapokon? Kevesebbet kell dolgozni, hogy nem főpolgármester helyettes? Azt hiszem, hogy nem, mert hogy ugye egyetlen egy főpolgármester helyettes sincsen a jelenleg Budapesten, és ezt a konstrukció arra jött létre, hogy addig is működtetni tudjuk a várost és a döntéshozatali rendszert, hiszen azért egy ekkora város esetében szükséges van az, hogy ne egy szereplőre, a főpolgármesterre helyeződjön minden teher. Úgyhogy ez az átmeneti megoldást találtuk ki, és tényleg egy ideiglenes rendszerről van szó. Úgyhogy miután nincsen egy darab főpolgármester helyettese, ezért tulajdonképpen azok a feladatok is, amik eddig szét voltak osztva a városvezetés között, azok is azért sok tekintetben itt összpontosulnak nálam, illetve nyilván a főpolgármesternek. Hát akkor szálazzuk is össze ezeket a feladatokat, mert ugye itt van az ősz, itt van újra, a reggelek már eléggé csípősek, minthogyha azt üzennék, hogy hamarosan majd hó is fog egyszer esni. Hogy van fölkészülve a város egyenlően közlekedés szempontjából egy jó kis hóakadályra, sikos járdákra, lesz-e aki letakarítja, lesz-e miből kifizetni? Arról már nem is beszélve, hogy a járványok is ilyenkor jönnek, és az embereknek úgy sincs pénzük. Hosszú éveken keresztül mindig többször elmondta itt nálunk is, hogy hol tudnak az idősebb, a szépkorúak segítséget kapni, gazdasági segítséget, úgy az energiára, mint minden egyébre. Lesz-e pénze a fővárosnak ugyanezt fenntartani, és igen, milyen formában? Ez az első kérdés. Ugye ebben az évben a költségvetésben szerepel ez a rezsitámogatás, mi ezt fent szeretnénk tartani a továbbiakban is, ugye ez arra azoknak adta lehetőséget, akik nyugdíjasok, illetve azoknak a lehetőséget, akik különböző ilyen ápolási díjban, gyeden vannak otthon, tehát különböző olyan szociális támogatásokkal, amelyeket más módon megállapítottak számukra. Ezt a rezsitámogatást a kerületi önkormányzatoknál is lehet igényelni, azért is ajánlom, hogy ott igényeljék, mert általában ezt ki tudják egészíteni a kerület által adható támogatással, tehát így a főváros és a kerület támogatása együtt, az már nagyon jelentős segítséget tud azoknak adni, akik nehéz anyagi helyzetben. És nem én lennék, ha nem szakítanám meg, és egyből nem kérdeznék rá. A szépkorúak társadalma tele van nagyon jó fejekkel, de nagyon szerény emberekkel, akik szégyellik, hogyha 150 ezer forint a nyugdíjuk. Nem csak az ő esetükben van ez a helyzet, hiszen egyébként ez egy jelenség magyar társadalomban, hogy nem szívesen megyünk oda és kérünk, inkább elhallgatjuk ezt. Emiatt is van az, hogy nem a 100%-os a kihasználtsága ezeknek a szociális támogatásoknak, nem csak itt, hanem egyébként akár több közszereplőt ismerek, írókat, újságírókat, akiknek a nyugdíjuk ilyen összegben vannak, és azt mondják, hogy álljak oda, látnak a rádióba, a tévébe, itt-ott, ezek nem keresnek pénzt, ezek a régi vágású középosztály tovább tekeri a Berklit, mert megszokta, hogy szerepel, hogy elmondja, de nem keresnek ezzel milliókat, ha egyáltalán kapnak egy grúst is. Ugye nem csak róluk van szó, amikor de az egész középosztályról, gondolok én a lecsúszott tanárokról, így, akiknek ez dobta a gép, hogy ilyenek a nyugdíjuk. 200 000-ből sem lehet. Igen, ilyen, nem abszolút. Számukra is megvan ez a lehetőség. Nyilván helyettük nem tudjuk kitölteni ezeket a kérelmeket. Azt azért egy kerületi önkormányzat, mert azért már jól megszervezik, hogy ez nem úgy tűnjön, mintha segélyére állna valaki sorba, ugyanolyan ügyintézésről van szó. Én arra biztatok mindenkit, hogy aki ismer a környezetében olyan, aki nehéz helyzetben van, azok számára biztosított ez a lehetőség, mint a főváros honlapján letölthető, mint a hálózatalapítvány honlapján letölthető, de a legjobb, hogy a kerületi önkormányzatnál
kérik ezt, és akkor ott a kerettel együtt be lehet adni, előre ki lehet tölteni, nem kell ott sorban állni emiatt. A kórházak tele vannak, a rehabilitációs osztályok, és utána nevezzük nevén sajnos az elfekvők is, olyan emberekkel, akik képesek lennének otthon további önálló életet élni, ha lenne nekik ugyanúgy, mint a zsidó szervezetek rendelkezésre állítanak valakit, aki segít bevásárolni fillérekért, tehát ahhoz képest, hogy mennyi a nyugdíja, egy gyógytornász, aki hetenként egyszer vagy kétszer elmegy és foglalkozik vele egy órát, sőt, aki rászorul, még meleg ételt is egész hétre visznek neki. Mi történik azokkal, akik nem ehhez a társadalmi réteghez tartoznak, és nagyon szeretnének hazamenni, nem foglalni az ágyat a kórházakba? Van-e erre költségvetésük, illetve szakembereik? Ugye ezzel a kerületi ápoló-gondozó szolgálatokhoz lehet fordulni, ők nagyon sok esetben tudnak segíteni, tehát érdemes megkérdezni őket, hogy van erre lehetőség, és milyen szolgáltatást. Csak egy csomó kórházi ágy felszabadult. Igen, bár persze ez nagyon jól hangzik messziről, hogy ezzel egy csomó kórházi ágy felszabadul, mert egyébként közben az rendben van, hogy ételt visznek nekik, és időként azok az emberek, akik egy kórházban vannak, és inkább egy elfekvőben is, de még tudnak mozogni, és el tudnák látni magukat. Nekik nyilván jobb lenne otthon. Jobb lenne otthon, és maga az, hogy otthon a saját megszokott környezetükbe, és nem a családnak a nyomására, de hát nincs időnk veled foglalkozni, és nagyon sokan mindegyiknek megvan a lakása, és... Ugye ez a másik, ami kell, ez a szociális dolgozók. Azért ebben hiány van Budapesten. Mi erre kitárgyaltunk egy csomagot az Európai Unióval, hogy legalább legyen egy képzési bértámogatás, lakbértámogatási program, tehát valamit tudjunk plusz nyújtani azoknak, akik azt mondják, hogy oké, elvállalom ezt a szép szakmát, Budapesten vállalom ezt a szép szakmát, tehát mondjuk ide költözik Budapestre, de hát ebből a pénzből nem lehet megélni, amit kap érte, ezért a számukra egy külön támogatást tudunk majd biztosítani. Most már tényleg csak azt kellene, és minden pillanatban várom, hogy ez elinduljon, hogy a magyar kormány közzé tegye azokat a támogatási felhívásokat, amivel működni tud ez a program. Mi intézményrendszerben készen állunk, nem csak a fővárosnál dolgozó szociális dolgozókat tudnánk így segíteni, hanem a kerületeknél dolgozókat is, és ezáltal akkor talán több embert vonzana ez a pálya, és többen kaphatnának akkor otthonápolást. Szerintem ez fontos. És még egy dolog, csak hogy a térre kapcsán. Nyilván a cégeink készültek arra, hogyha beüt a jég, beüt a hideg, jégesek az utak, hó esik. Erre odafigyelünk, és igyekszünk, még hogyha nagyon nagy kiterjedésű is a város, tehát nem tudunk minden pillanatban azonnal odaérni, hiszen azonként a főközlekedési útvonalakat kezdik el tisztítani a kollégáink. De van egy másik, és akkor ugye csatlakozva az előzőhez, hogy nagyon sokan vannak, akik nehéz helyzetben vannak, mert akár lehet, hogy a lakásukat nem tudják fűteni, vagy lehet, hogy egyébként a utcán, vagy nagyon-nagyon szívességi alapon laknak. Áttekintettük ebben a szempontból is a helyzetet az elmúlt hetekben, kormánnyal együtt is, illetve a főváros saját maga berkein belül is. Az látszik, hogy a intézményekben lévő hajléktalan embereknek a száma az elmúlt évekhez képest valamivel magasabb. Tehát többen vannak éjszakai melegedőkben, olyan intézményekben, klasszikus értelemben vagy hajléktalan szállókon. Ennek könnyen lehet egyébként az az oka, hogy a gazdasági válság után egy-két évvel mindig megjelenik azok a csoportok, akik még inkább lecsúsztak, vagy kénytelenek voltak mobilizálódni, mert mondjuk olyan megyei területeken, ahol eddig laktak, eddig dolgoztak, ott nem találnak munkát, az ő számuk ezek valami ilyest emelkedett. Ezt a rendszer kezelni tudja, egyet nem tudunk kezelni, hogyha nagyon nagy hideg, az utcán élőket támadja meg, mert akkor ott sajnos nagyon nagy veszély van a fagyhalálnak. Ezért erre is készültünk, hogy hogyan lehet előrejelezni, észrevenni ezeket az eseteket. De van még egy másik, ami sajnos az ajtók mögött marad rejtve. És ebben nagyon nehéz az önkormányzatnak vagy hivataloknak eljárni. Ebben kérjük mindig a lakóközösségeknek a segítségét, hogyha környezetükben ismernek olyat, aki egyedül él,
nehéz helyzetben van, akár egészségi állapotokban, bármi miatt, és nem nagyon ad magáról hírt, akkor kopogjanak be, kérdezzék meg, hogy mi van vele, hiszen sajnos a fagyhaláloknak egy jelentős része az otthon történik, mert elesik az udvaron, elesik a járdán, nem veszik észre, és megtörténik sajnos a tragédia. Ebben csak együtt tudunk, tehát közösen tudunk lenni a figyelő szemek ebben a dologban. Úgyhogy erre is készülünk, és ez is fontos. És hogyha már hajléktalan ellátó rendszer, akkor nyilván egy nagyon nagy kérdés mindig a Iványi Gáborék által üzemeltetett hajléktalan szállók, ugye ez a Dank utcában lévő több intézmény, illetve a Családok Átmeneti Otthonnal, valamint egy József Nádor téri szálló. Ugye ezeknek a működése bizonytalan helyzetben van, mi ebben próbálunk segíteni, próbáltunk eddig is segíteni. Most egy válaszúthoz érkezett a rendszer, tehát mi arról tárgyalunk, arról kell megállapodni, hogy hogyan lehet biztonságban helyezni ezeket az intézményeket. És reményeim szerint csak átmeneti jelleggel, de át kellene vennünk ezeknek a működtetését, és ezzel akkor biztonságban helyezhetnénk a szociális szolgáltatásnak ezt az elemét is, azzal együtt, hogy nyilván amit csinálnak a MET és az oltalom, azok hiánypótlóak, tehát azoknak egy részére biztos, hogy szükség van továbbra is. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor én nyugodt vagyok a 24-25-ös telet illetően, kapacitásokkal akkor bírnunk kell, ha más nem, akkor átmeneti kapacitások nyitásával, de a fontos, hogy figyeljünk egymásra, és nyilván, hogyha mondjuk jövök, akkor ezt még a hideg időszakban többször is el fogom mondani. Mert igen, ám itt csak van egy bökkenő, hogy az, aki egy ilyen átmeneti vagy éjszakai menedékhelyen van, teljesen kiesik a társadalomból, hisz egy éjszakai melegedőből nem lehet másnap reggel elmenni dolgozni. Hát a felük pedig elmegy dolgozni. De a hajléktalan szállóinkon élő embereknek a több mint fele az rendszeres vagy alkalmi munkákból él. Sajnos több olyannal találkoztam, aki ezeken az úgynevezett éjszakai szállóhelyeken él, lakik, és onnan jár el közszolgáltatásokba dolgozni. Tehát ez egy olyan tévhit azért a társadalomban, hogy aki hajléktalan, az nem dolgozik, amit fontos azért cáfolni, mert nagyon sokan közülük dolgoznak. A másik, ami számomra a legszomorúbb az egész történetben, hogy 20%-a a hajléktalan szállókon élőknek olyan ember, aki nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kap. Tehát élete során dolgozott, világos, fizetett ezután nyugdíjjárulékot, és valamilyen okfák fogva élete végén a nyugdíjas éveit a szállón kell, hogy eltöltse. És ez szerintem nonsens, ennél egy nonsensebb, hogyha ez egyébként az utcán kellene eltöltenie, és azért erre próbálunk odafigyelni. Hát ez majdnem az utcán való eltöltés. A moratórium életbe lépett már? A kilakoltatási moratórium szerintem hamarosan lép életbe, csak talán még nem, de ebben most azért lehet, hogy október 15-től, de most ez nem vagyok biztos. Kín az előbeszélgetésünkön együtt ittunk egy kávét, már elkezdtem kérdezni, hogy a jelenlegi fővárosi képviselők miért nem egyeztek vele abba, hogy alpolgármester legyen? Hát honnit ismerik önt egyáltalán? Hisz van ott egy nagy csapat, aki még életében előtte nem is volt politikus. Nyilván ezt tőlük kellene megkérdezni, tehát a sajtóban megjelentek alapján korábbi 2010 előtti kormányzatban betöltött szerepe miatt mondják azt, hogy elutasítanak. Ha jól értem, de én ezzel a részével őszintén... Ez alkalmazott volt és a közért dolgozott. Én értem, nem... Nem ítélt senkit halálra, nem tapad vér a kezéhez, nem lopott, nem csalt, akkor mi a baj? Nem fogok ezzel minősíteni az ő döntésük, nem is fogom, valószínűleg nem ebben a műsorban tudnám ezt megváltoztatni a véleményüket, és nem is teszek erre kísérletet. Az a álláspontom volt az elejétől kezdve, hogy ahhoz, hogy főpolgármester helyettes legyen valaki, köztük akár én is, három dolog kell, és ebből a három dologból egyetlen dolog az, ami rajtam múlik. Mégpedig az, hogy akarok-e vagy nem akarok. Ezen kívül a második az, hogy a főpolgármester jelöl-e, a harmadik pedig, hogy megválaszta a közgyűlés. Sem a második, sem a harmadik felett nincsen semmifajta befolyásom, ezért nem is foglalkozom vele, mert akkor csak elvenni attól az időmet, ami egyébként szerintem fontosabb lenne. Értem. Azok a közlekedő eszközök, amiről még a választások előtt szinte havi rendszerességgel beszéltünk, villamosok, trolibuszok, elektromos autóbuszok megérkeztek-e már, hol tartunk? Hát, hogy a trolik azok lezárult beszerzés, azok már járnak.
A villamosok esetében már az első járművek megérkeztek a gyárból, itt szerelik össze, egyébként ez egy nagy teljesítmény, hogy a BKV járműjavítójában végzik az utolsó összeszereléseket. Egyébként alvállalkozóként, tehát ezért ők bevételt kapnak a gyártótól, de hogy képesek vagyunk erre, hogy a jármű hát összeszerelésbe, és lehet, hogy előbb-utóbb valahogy a gyártásba is, ha nem is fő partnerként, de be tudjunk kapcsolódni. Ezek az úgynevezett KAF villamosok ősszel véglegesen leszállításra kerülnek, az első darabok. Ugye 26 augusztus végéig kell az összesnek megérkeznie, és azokat folyamatosan munkába állítjuk. Ezek vadi újak? Vagy? Ezek vadi új járművek, ezeket ismerik már a budapestiek, tehát szeretik is, azt tapasztaljuk. Ezek új járművek, akadálymentes, alacsonypadlós, légkondicionált, kamerával felszerelt járművek, tehát hogy a utasoknak a objektív és szubjektív biztonságérzetét is reméljük, hogy ezek növelik továbbiakban. Úgyhogy ezzel a beszerzéseken indultak. Nyilván autóbuszokat kellene beszereznünk. Autóbuszok esetében elektromos autóbuszokra van kitárgyalt forrásunk, szintén európai uniós pénz, de egyelőre ezt a kormány nem írta ki ezeket a beszerzéseket. Ezek egy gyorsan lefuttatható projektek lennének, tehát a végszámlákkal hamar el tudnánk számolni, járművek is megérkeznének, azért ez hiányzik, és hát nyilván folytatnunk kéne valamilyen módon a járműállománynak a cseréjét, főleg a buszok esetében, mert azért hiába szereztünk be új járműveket, azért ez kevés. És hát vannak még olyan buszok, amik ha előttem mennek, akkor borzalmas, de az ön biztatására, meg sokak biztatására elindultam, és A-ból B-be gondoltam, hogy hát itt van ez a kéregvasút, az a föld alatti. Aztán kiderült, hogy analfabéta vagyok, pedig nem tudtam, hogy analfabéta vagyok, de hát ha valaki lemegy a föld alatti, az esetben abban az automatában próbál vásárolni egy jegyet, és nyomogatom az összes gombot, aztán a telefonom jelzi, hogy de már le is vonta, csak nem kaptam semmit a kreditkártyámról a pénzt, aztán nem is egy jegyet kapok, hanem legalább 20-at. Szóval ez nagyon érdekes, és nem elég, hogy eléggé bizonytalan voltam, gondoltam, hogy jön egy ellenőr, majd megmutatom neki a telefonomat, hogy már le is vonták, de mögöttem legalább 8 külföldi ugyanúgy nem értette, hogy működik a cucc, mint én. Miért van ez? Meglepő, amit mond, mert egyelőre azért, ugye nem világos számomra, hogy most az applikáción keresztül vásárolt, tehát a Budapest Go-n keresztül, vagy pedig az automatából. Amelyik éppen a Bajza megállóba éppen működött volna. Mind a kettő működik a Bajza megállóba. Tehát, hogyha odalépett és valamilyen eszközön keresztül nyomogatott, akkor az a automata volt. Ezért ezek régi... Élő ember nem volt, akivel lehetett volna. Ilyen régi automaták, tehát ezért ez működik, és szerintem eddig nem volt erre panasz. De egyébként ajánlom a Budapest Go applikációt, mert azon keresztül akkor bárhol meg tudja venni a jegyet előre, és a QR kód beolvasásával, vagy érintéssel, hogyha alkalmas a telefonja, akkor aktiválja ezt a jegyét, nem kell ennyi akkor sorban... Ennyi modernebb telefont és drágábbat senki nem használ, mint én. De akkor ez pedig alkalmas. És hát végül is valami történt, de egy életre elment a kedvem az újabb. Akkor valószínűleg nem a Budapest Go applikációt használta, hogyha alkalmas a telefonja, akkor mindenképpen azt ajánlom és javaslom, mert előre meg tudja venni a jegyet és a bérletet is. Majd hazaérkeztem, és akkor lettem igazán ideges, mert az asztalomon, nem tudom miért volt ott, megtaláltam az izraeli 70 éven felülieknek való ingyenes utazási lehetőséget, amit csak azt a kártyát fel kell mutatni. Ilyen van kis hazánkban is? Hát 65 év felett ingyenes. A közösségi közlekedés. Én 72 vagyok, és ezt mégis nem próbáltam jegyet venni. Ezért furcsátom, de nem én akartam szóba hozni az önkorát. De akkor, és ezt mindenki tudja, csak én nem tudtam, igen, hogy ez Magyarország. Tehát nagyon régóta. Felszáll a villamos, és jön a jegyellenőr, akkor megmutatja a születési évét. Így. Igen. Na jó, úgy látszik, hogy én most már maradok a volán mögött, habár egyre nehezebb. Az új főváros mit próbál tenni Budapest oxigénhez jutásához?
csak bicikli utakat, vagy lesz az autósokkal is valami? Ugye az a házakat, azért alapvetően meghatározzák az utcáknak a szélességét, és azért, hogyha oxigénhez akarunk jutni, akkor biztos nem a még több autó a megoldás. Azért a beáramló forgalomnak a jelent, a budapesti autós forgalomnak a jelentős része az beáramló forgalom, tehát az agglomerációból érkezők. Őket kellene arra rábírni, hogy közösségi közlekedéssel jussanak be. Ennek egy része az elővásárlási vasút. Vannak ilyen parkolóink, hogy megérkezik a főváros színére. De ne érkezzen meg a fővárosba, a P+R parkolóba, mert akkor bejön az autójával a városba. Az a fontos, hogy ahol lakik, az agglomerációs településen, onnan jöjjön be elővárosi vasúttal például. Megérkezik a főpályaudvarokra, és onnan el tud menni. Budapestnek azért a közösségi közlekedés hálózata azért jó minőségű, széles, sok helyre, nagyon sok helyre el lehet jutni nagyon gyorsan. Ha bejön az autójával és itt teszi le a városba, akkor ugyanott tartunk, ahol jelenleg, hogy a beáramló forgalom határozza meg a budapesti autóforgalomnak a jelentős részét. Tehát ezért nem abban érdemes gondolkozni, hogy a városban építünk P+R parkolókat, mert akkor ez mágnesként vonz az autókat. De pont abban kell gondolkozni, hogy jó legyen az elővárosi vasút például, és ez be tudja, vagy a HÉV hálózat, és be tudja. Lesz jó? Hát ugye ez nem rajtunk múlik, hiszen sem a vasút, sem a HÉV nem nálunk van. Én abban reménykedek, hogy a kormánynál nem csak politikai termék az, hogy a közösségi közlekedési a jövő, hanem ebben ténylegesen fektetnek is pénzeket, és akkor ezzel lehet javítani ezeket a szolgáltatásokat. Van még 6 percünk, főigazgató úr, nehéz lesz főpolgármester helyettesből főigazgató, de ám legyen főigazgató úr, ezt a 6 percet használjuk ki, hogy nehogy azt mondják, hogy én egy kókler vagyok, és nem kérdezek rá a lényegre. Milyen lesz, illetve milyen az együttműködés ezzel az új képviselőkkel? Hát ugye ez 32 képviselővel kell együttműködni, tehát nem kell ebből kiemelni az újakat, mert bár a minden képviselő csoport... Az új felállásban. Minden képviselő csoportban vannak újak. Ugye az a várakozás, hogy a fővárosi közgyűlés majd nem fog működni, ezt az első adandó alkalommal cáfoltuk, hiszen október 4-én, amikor össze lehetett hívni a közgyűlést, összehívtuk, és döntéseket is hozott ez a közgyűlés. Bizottságok felálltak, bizottságok elkezdték a munkájukat, bizottsági ülések lesznek. Volt, aki kevesebb bizottságot akart, és volt, aki többet. Többet nem, kevesebb volt a javaslat. Tehát ugye az előző ciklusban 5 bizottság működött. Mi azt mondtuk, hogy mi ebben nyitottak vagyunk a frakcióknak a javaslatára. 4 bizottság élvez többségi konszenzust, ezek létre is jöttek. Ki az ötödik bizottság? És az ötödik bizottság az pedig beolvadna a pénzügyi és közbeszerzési bizottságba, ez a mandátum és összeférhetetlenségi bizottság. Ez igazából nagyon ritkán szokott ülésezni, tehát racionális is, hogy akkor olvasszuk be. Ez megtörtént, tehát 5-ről 4-re csökkenne a bizottságnak a száma. Most még az SMS-be ezt el kell varni, és jogilag is szabályozni kell. A Fidesznek volt arra a javaslata, hogy ők szerintük 2 bizottság elég lenne. Én inkább ezt politikai terméknek tartom megint csak, hogy akkor el lehessen mondani, hogy akkor ők még kevesebb bizottságból meg tudnák oldani ezt. Azért más kerületeket nézve, amelyek azért kisebb lélekszámok, azért simán ennél több bizottságok működnek. Nyilván azért mondom, hogy ez egy politikai vita, de a bizottságok működnek. Döntések is születtek az október 4-i közgyűlésen, viták voltak, konszenzusos álláspontok alakultak ki, módosító javaslatok kerültek szavazásra, tehát hogy egyébként egy pezsgő közgyűlési munka volt. Legközelebb jövő héten szerdán van közgyűlés, már előtte bizottságülések, már az előterjesztések egyébként tegnap óta olvashatóak a fővárosi közgyűlés honlapján. Tehát, ha valaki meg akarja nézni, akkor látja, hogy azért megint munkaközgyűlés lesz sok előterjesztéssel. Frakcióknak is vannak kezdeményezéseik, amik helyes, hiszen akkor aktívan részt vesznek a munkából, tehát a fővárosi közgyűlés a munkáját végzi és dolgozik. Lesz a főváros cégeinek a vezetőivel, hisz sokan lapátra akarják tenni őket. Igen, de azért ez fontos. Ez nem veszélyes, hogy azokat az embereket azért, mert valaha valamilyen politikai pártnak a tagjai voltak, ezért alkalmatlannak találják a munka végzésére? De jól értem, az ő esetükben nem is ez a, hogy politikai pártnak a tagjai, mert szerintem nyilvánosan én egyikről sem tudnám, hogy politikai pártnak lehet volna valaha a tagja.
Ebben a szempontból ez nem jó, mert bizonytalanságot okoz nyilván a cégek életében, hogyha nagyon elhúzódik ez a vita. Azért a jogszabály alapjai jelenleg a főpolgármesternek van előterjesztési joga ebben a kérdésben, tehát neki van joga arra, hogy felmentést kezdeményezzen, vagy pedig új vezérigazgató kinevezését kezdeményezzen. És azért szerintem az, hogy a nyilvános pályázat lett ebben kiírva, az egy elfogadható jó döntés volt. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ennek a közgyűlési fogadtatása. Ugye ebben van egy Tisza javaslat most a közgyűlés előtt benyújtották, hogy kerüljön visszavonásra ez a pályázat, és legyen egy új, de az már anonim pályázat legyen, tehát nem nyilvános pályázat. Közgyűlés majd erről dönteni fog nyilván szerdán. Sajnos szerintem az nem jó, hogy ez ilyen bizonytalanság fenntartásra kerül a közgyűlés életé, vagy a cégeink életébe. Amire most koncentrálunk, hogy legfőképpen az igazgatóságok és a felügyelőbizottságoknak a tagjait kell feltölteni, ott legalább ott, ahol ezek lejárnak, mert ugye ezek jogszabályi kötelezettség, hogyha nem működhetnek tagok nélkül ezek a felügyelőbizottságok, ezeknek működniük kell, és én azt remélem, hogy legalább a legszükségesebb döntéseket képes lesz konszenzussal meghozni, vagy konszenzus közeli állapotban meghozni a szerdai közgyűlés, hiszen mondom, ez azért ez veszélyeztetheti a cégnek a működését. Tehát felügyelőbizottság az egy jogszabályi kötelezettség. Ha nincsen feltöltve a felügyelőbizottság, nincsenek felügyelőbizottsági tagok, akkor a cégbíróság eljárást kezdeményezhet ennek kapcsán, ami szerintem senki sem akar. Főigazgató úr, változatlanul visszavárjuk, úgy mint régen. Köszönöm szépen. Jöjjön, és nagyon fontos, hogy a nézők tájékozódjanak egyenesen öntől, a különböző infók és sajtótájékoztatók nem igazán érdeklik a nézőket, ők a Takleszt akarják tudni, amit ön idáig is szolgáltatott. Sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen. És mosolyt és nyugalmat. Előzetesek, és már is érkezik a Kossuth díjas, Hegedűsdi kész, a Kossuth Jászai-Mari díjas színész, rendező, egyetemi tanár. Minden második héten, csütörtökön ő a Pirkadat utolsó vendége. Ez történik most is. Tartsanak velünk!